Jó reggelt, későn kerülnek különösen így 8 óra után. Banda Ádám hegedűművész a mi vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondják, hogy te egy csodabogár vagy, meg azt mondják, hogy csodagyerek is vagy. Melyik derült ki hamarabb? Vagy mitől vagy csodabogár? Hát igazából nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert én mindig azt csináltam gyerekkorom óta, amit szeretek, de azt mindig teljes gőzzel. És hát emiatt igazából nehéz választás elé is kerültem, elég korán, mert nagyon sok mindent csináltam egyszerre, tehát most azt ugye nem is kell mondanom, hogy a futball engem is vonzott, de azon kívül földrajz, matematika. Sőt, azt olvastam, hogy rockdobosnak készültél eredetileg. Hát doboltam is, kiskoromban kaptam 5 éves születésnapomra egy kis dobot, ami otthon a Guns N' Roses-t hallgatva sikerült szétverni, igen, és ebből látták a szüleim, hogy talán lehet valami érzékem a zenéhez is, mert ritmusra vertem, próbáltam az angol szöveget úgy imitálni, hogy azt se tudtam, hogy igazából az milyen nyelv. És akkor a szüleid mondták, hogy ez jó ez a zene, csak valami halkabbat? Nem, hát igazából a zene az azt jelentett ott Balassagyarmaton, hogy ott születtem és ott éltem gyerekkoromban is, és hát azt jelentette, hogy a zeneiskolába bemegyünk, és hogy milyen érzékem van a zenéhez, ott ugye énekelni kellett, meghallgattak engem az ottani tanárok, és hát úgy kezdtem hegedülni, hogy akkor láttam először a hegedűt, mint hangszert. Mennyire van igazi hallása, abszolút hallása a muzsikusnak? Mert hogy ugye az énekesnél szokták mondani, hogy az tökéletes, tehát hogy nem tud téveszteni, abszolút hallása van. Egy hegedűművésznél ugyanígy kell ez? Hát igazából nem feltétlenül szerintem. A jó hallás a legfontosabb szerintem, a jó zenei hallás, a zenei érzék. De hát az abszolút hallás is, hogyha van, akkor az is természetesen jó. Hát az és egy áldás hozzá. Visszatérve a másik kérdéséhez, hát tulajdonképpen 11 éves voltam, amikor úgymond eldöntöttem, hogy én ezt szeretném csinálni, mert a hegedűt is. Hát akkor már tanultam 8 éves korom óta, és akkor nyertem az első országos versenyt, és az egy elég nagy löket volt nekem ahhoz, hogy én ezt egy sikerélmény, és hát nagyon szerettem akkor is, és hát így ezt folytattam teljes erővel, és sajnos a többire már egyre kevesebb idő maradt az idők folyamán, de bármikor, hogyha ezek közül, amiket még szeretek csinálni, van egy kis szabadidőm, akkor azokból is még merítek. Mit nem szabad? Tehát mire mondja azt egy hegedű tanár, hogy ez tilos? Egy hegedű tanár, hogy tilos? Nem tudom. Ugye a sportolóknak ez fordítva szokott lenni. A sportolóknak szokták mondani, hogy különböző sportokat például tilos csinálniuk, mert az veszélyes az alapsportágokhoz. Azt hiszem, hogy tehát én úgy gondolom, hogy ebben a zenei műfajban nagyon fontos a komplex ismeret. Tehát a tudás, olyan jellegű tudás, ami mindenféle dologgal kapcsolatos, hát nem csak a zenében, hanem ismerni a művészeteknek a többi ágát, például a festészetet, akár a sportban jártasnak lenni, tehát mindenből lehet úgymond meríteni, tehát mindenből több lesz az ember. Mm. És ezt aztán a zenész a színpadon tudja kamatoztatni. Persze vannak olyan technikai nehézségek, amiket ugye le kell küzdeni, meg kell tanulni úgy, mint egy szakmát, a hegedű művészetet is, de ami több, azt nehéz tanítani, és az viszont élettel mennyi ennek a favágás része a gyakorlásnak, hát amiben nincs igazi öröm, hanem az ember ésszel tudja, hogy meg kell csinálni. Hát nagyon sok, és szerintem az a legfontosabb, hogy egy célt mindig látni kell magunk előtt. Tehát, hogyha akármilyen nehéz is a műhely munka, a négy fal közti műhely munka, akkor is látnunk kell a célt, hogy ez miért. Tehát a céltalan gyakorlások nem sok értelme van. Tehát látni kell azt, hogy egy hegedű versennyel készülök, mondjuk, akkor mit szeretnék ott elérni, és akkor ahhoz hogyan gyakoroljam, mondjuk hónapokig akár, hogy ez elkészüljön úgy, ahogy én azt szeretném, hogy megszólaljon. És hát ez nagyon sok műhely munka. A hegedű verseny az önmagában egy műfaj, de most itt a versenyről beszéltél, gondolom. Szeretsz hegedű versenyezni? Verseny, mint a, igen, mint verseny. Klasszikus zenei. Szeretsz versenyezni? Hát, ugye a muzsikusok elindulnak rendre versenyeken is. Azt hiszem, nagyon fontos a versenyzés, megmérettetni magunkat a világba, hogy tulajdonképpen hol tartunk, és megismerjenek emberek. Ott nagyon sok neves ember van a zsűriben például egy-egy versenyen. Azért is voltam sok versenyen, mert nagyon jó erőpróba is. Tehát ott sok darabot megtanultam, sok művet,
legtöbbször három forduló, ami egy majdnem kéthetes edzés tulajdonképpen, majdnem, hogy azt kell mondja. És hát a végére kell a legtöbb energia, mert ott lesz a döntő, és akkor esetleg valami díjat elér az ember, akkor még jön a gála koncert, amit meg mondjuk közvetít egy tévé vagy egy rádió. Úgyhogy ez egy nagyon nagy erőpróba, és azt hiszem ez az élethez nagy szükség van, hogy az ember tudja azt csinálni, amit szeret hosszú távon. Igazán a különlegességet vagy a megfelelést? Tehát ugye van egy standard, azt azért mindenkinek tudni kell, azt várják, vagy hogy hoz valami olyan ízt, amit csak te vagy? Hát szerintem mindig az a legjobb, hogyha az ember azt adja, ami ő, tehát a színpadon. De mindenek előtt nem lehet elmenni amellett, hogy egy bizonyos szintű perfekció, sőt, talán nem is bizonyos szintű, hanem egy perfekció ma már elvárt egy művésztől, egy hegedű művésztől is, akár egy zongora művésztől. Ez a világ is talán magával hozta ezt, sok lemezfelvételek, minden, amiket ugye készítenek ott is, az alap dolog, hogy mondjuk ne menjen félre egy hang se. Persze nyilván arról van szó, hogy a belső töltés a legfontosabb, és én magam is nagyon sok zenét hallgatok, és legtöbbször azok tetszenek, tehát úgy mondom inkább, hogy azok jobban tetszenek, ahol talán van egy-két mondjuk melléütés, akár egy zongoradarab, vagy bármi, de olyan töltése van, és annyira átjön, amit ő szeretne, és a zeneiség, és annyira szól hozzám, hogy egyszerre inkább azt választom. Tehát ez is előfordulhat. Tehát szerintem az a legfontosabb, hogy az ember az elképzeléseit meg tudja valósítani, és összhangban legyen önmagával. Megvan már az utad? Látod magad előtt a pályádat? Hát törekszem rá folyamatosan, igen. Ezt tervezhető? Fiatal korom óta. Hát az az igazság, hogy bizonyos szinten nem, mert nagyon sok meglepetés volt eddig is, és azt hiszem várhat is az emberre, de a legfontosabb az, hogy a folyamatos, ezzel való foglalkozás az ne szűnjön meg. Tehát azt szerintem nagyon fontos, hogy tényleg az ember szeresse, amit csinál, és akkor gyakorol és foglalkozik a művekkel. Akkor is, hogyha esetleg valamilyen művet nem játszok, akkor is foglalkozom azzal a darabbal, mert érdekel. És akkor bármikor esetleg felkérhetnek arra is, és akkor örömmel tudom, mert már foglalkoztam vele. Tehát nagyon sok, ez csak egy dolog, amit most említettem, de sok más összetevője is látom. Hát mindesetre, ha látod, ha nem látod, ez szépen indul. Azt mondják, hogy egy csoda vagy, ezt meg lehet hallgatni, ezt a csodálatos zenei képességet és játékot holnap este a Fonóban, ahol a hegedű készítők szalonjának eseményei zajlanak, ott sok koncert lesz, egyebek mellett Banda Ádám is, nem csak ilyen jó vele beszélgetni, ilyen jó hallgatni is. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a lehetőséget. Sok-sok sikert kívánok a pályádra. Köszönöm szépen.